Itt vagyunk az Aranyélet harmadik évadának díszbemutatóján, és arra lennék kíváncsi, hogy neked milyen érzés, hogy ez az utolsó ilyen díszbemutató az Aranyélet kapcsán? Nagyon sok érzés van bennem. Hát egyfelől nagyon örülök, hogy úgy érzem, hogy elég jól sikerült, tehát nagyon sok pozitív visszhangot hallottam. Szerintem is nagyon erős évad lesz ez a harmadik évad. Tehát boldog vagyok attól, hogy ezt megcsináltuk, de ugyanakkor nyilván fáj az, hogy ez többet nem lesz, és hogy egy ilyen magas színvonalú produkcióban nem tudom, hogy leszek-e még a továbbiakban. És milyenek voltak a forgatások? Sose volt könnyű, tehát ez mindig nehéz volt, mert nagyon... Tehát bár soknak tűnik a 80 nap, de azért tudjuk azt, hogy mondjuk Amerikában egy True Detective-nek a leforgása, az pont dupla annyi idő volt, mint Magyarországon, tehát ez egy nagyon feszített tempóban kellett dolgoznunk, ami miatt azért ez sokszor tényleg nehéz volt. De ugyanakkor most a harmadik évadra már annyira összeállt tényleg minden és mindenki, tehát hogy olyan magától értetődőek voltak a napok, hogy így még a legnehezebb pillanatokban is valahogy az a tudat, hogy ez már többet nem lesz, és az utolsó évadot csináljuk, ez úgy mindenhol ponton átsegített. Egyébként nagyobb kihívás volt ezt az évadot megcsinálni neked, mint Jankának, vagy ugyanolyan volt, mint az előző két évad? Nagyobb kihívás volt, és ezt majd, ha eljutunk a nézésben a hatodik részig, akkor onnantól kezdve szerintem érthető lesz, hogy miért, mert tényleg van egy csomó, vagy lett egy csomó olyan dolog megírva, vagy beleírva, ami extra nehézséget okozott a forgatások során. De pont erre gondolva mondom azt, hogy bár a Zsombor azt mondta, hogy nagyon fogsz engem utálni egész január-februárban egy valami miatt, amit most persze nem mondok el, de ez soha nem történt meg. Tehát, hogy még a legnyűgösebb pillanatokban is valahogy olyan alázattal és olyan szerelemmel csináltuk ezt az egészet, hogy ez most ilyen nagyon fellengzősnek hangozhat, de tényleg így volt. És Anger Zsolt nem hiányzott neked a forgatásokról? Hiányzott, mert jó partner volt, és én nagyon szerettem vele együtt játszani a második évadban, de hát sajnos én vagyok a hibás, hogy ez így történt, úgyhogy sajnos magamat okolhatom csak, hogyha okolnám. És egyébként az elmúlt egy évben így a, mit tudom, akárhol jártál, keltél, így az emberek nem szólogattak be, hogy miért nyírtad ki Endrebát? Hát nem, így a jártomban, keltemben nem. Kommentek formájában nyilván ott kaptam hideget, meleget. Ezeken én roppant jól szoktam szórakozni, tehát korán sem arról van szó, hogy ezt nagyon sőt, minél gyalázkodóban, annál jobban örülök, mert annál jobban látom, hogy működik a dolog. Olyanok szólítottak meg mondjuk, akik így ilyen viccesen megdorgáltak, hogy hát azért ez nem volt szép, de hát közben meg imádták, és nagyon szerették, és még engem is szerettek benne. És még olyan elvetemült rajongókkal is találkoztam, akik bevallottak, hogy én voltam a kedvencük, tehát még ilyenek is vannak, ilyen emberek. Úgyhogy, de nem, hát ez nekem egy nagy szerelem volt ez a Janka, úgyhogy nagyon nehéz szívvel engedtem el, de hát el kell engednem. Egyébként érdekes, mert hogy ugye negatív karakter, de hogy tényleg emellett szerethető is. Én például ezeket a lesújtó és lenéző tekinteteket bírtam, amiket produkáltál így a bizonyos jelenetekbe, és így azon gondolkodtam most is, ugye megnéztünk egy részt, hogy ezt egyébként gyakoroltad? Hát nem. Tehát nem vagyok az a fajta színész, aki otthon a tükör előtt ezeket a mimikákat kigyakorlom. Úgy érzem, hogy most már ismerem annyira ezt a karaktert, hogy tulajdonképpen már elég otthonosan mozgok benne. És hát, mivel szerintem jó csapatban dolgozom, jó forgatókönyvírók és jó rendezőknek az irányítása alatt vagyok, magamban is hiszek, tehát én meg azt gondolom, hogy szerintem ez nem fog rosszul elsülni, vagy szóval, hogy bízom benne, hogy amikor valami rossz, akkor nem vágják be, és akkor ez majd úgy jó lesz. És így végezetül a nézőknek mit üzennél, akik még ugye nem látták, és nagyon várják már a harmadik évadot, hogy mire számíthatnak? Szerintem nagyon torokszorító pillanatok lesznek benne. Kicsit az első évadnak a dinamikája tér vissza, tehát kevesebb benne az akciófilm, és több benne a dráma, de a drámát itt a legjobb értelemben mondom, tehát hogy
szerintem arra készüljenek fel, hogy majd görcsbe rándul a gyomruk az első epizód 5. percében, és ha kibírják, hogy megnézik egy szusszal, szuszú alatt az egész évadot, akkor ez a görcs, ez a gyomor, ez csak az utolsó epizódban fog kioldódni. Tehát, hogy lesznek még itt fordulatok. Ez nagyon durván és kecsegtetően hangzik, úgyhogy én is nagyon-nagyon várom, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.